Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális Család és Ifjúságügyért felelős államtitkársága által támogatott program keretében május végéig minden megyeszékhelyen rendeznek konferenciát, amely a gyermekvédelemben dolgozókhoz és azokhoz szól, akik a nevelő szülői hivatást kívánják választani, vagy gyermeket szeretnének örökbe fogadni. A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok és az Ágota Alapítvány által szervezett rendezvényeken az örökbefogadást szeretnék népszerűsíteni, hiszen 2014-től 12 év alatti gyermek nem kerülhet nevelő otthonba. Azt reméljük, hogy ez a szűkösségnek is tekinthető országos tendencia, ez még bővebbre fakad, és azt gondoljuk, hogy minden gyermeknek családban van a legjobb helye. Ennek a gondolatát, ha mindenki meghallja, akkor valóban tendenciózusan megemelkedhet annak az esélye, reménye, hogy a gyermekek egy családban nőhessenek fel, és a család modelljén keresztül hazaérkezhessenek ebbe a társadalomba, és ne csak a perifériájára kallódhassanak. Fejér megyében viszonylag megnyugtató a helyzet. Tavaly 33 gyermeket fogadtak örökbe, 191 nevelőt. Nevelő családnak köszönhetően pedig több mint 450-en nevelkedhetnek családban. Gyakorlatilag 10 gyerek az, aki most itt 12 év alattiként, ha én számot adok, jelen van a rendszerben, aki azért van ott, mert testvéreivel együttes elhelyezését, a nagy testvére van, ugye kamasz vagy nem nagy kamasz, és nem lehetett megoldani, nem lehetett illeszteni eredményesen a nevelőszülői családba, és így legalább a testvérek együttes elhelyezésének, az elvének meg tudtunk felelni. A korábbi fenntartó, a megyei önkormányzat továbbra is igyekszik támogatni az intézményt. Számomra külön öröm, hogy ebbe tudunk segíteni, mert hisz a jövőnk a gyermekeken keresztül zajlik, tehát minden gyermek felneveléséhez a megye is, Fejér megye is hozzá szeretne járulni. A statisztikai adatok azt bizonyítják, hogy ezúton járunk jól. Magyarországon egyébként több mint 21 ezer gyermeket és fiatalt támogat a hazai gyermekvédelem. A gondoskodásban élők csak nem fele azonban még mindig nem talált családra, ezért ők gyermek- és lakásotthonokban élnek.